Délvidéken először magyar kanizsán került bemutatásra kedden délután a Dobó-Tihamér képtárban a Boldogasszony Vándor kiállítás. A Kárpát-medence és a diaszpóra kiemelkedő magyar művészeinek alkotásait tekinthette meg a közönség. A tárlatot Pósa Károly nyitotta meg, aki szavaiban kiemelte, hogy miért fontos ez a tárlat, és mit jelent magyar kanizsának, hogy a Vándor kiállítás itt vette kezdetét. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Budapesti Nemzetkutató Stratégiai Intézet minket tartott érdemesnek arra, hogy a délvidéki bemutatkozás itt legyen magyar kanizsán, majd utána Zentárai Szabadkára is utazik ez a vándorkiállítás, ami immáron 23. alkalommal van megrendezve, de első ízben itt a déli végeken. Azért fontos ez a kiállítás nem csak a szépszámú és nagyra becsült alkotó valóban nagy nevek miatt, hanem azért is, mert ebben a deszakralizált világban, amikor a művészetet kilúgozták már, amikor nem szükséges a hídbe kapaszkodni, akkor jön egy ötlet, jön egy olyan fajta vezérelt gondolat, aminek alapján kiki a maga látásmódját, érzelemvilágát beleviheti ezekbe a képekbe, és általuk láttathatja azt a fajta nagyon fontos eszmeiséget, amit, mint jeleztem az előbb, talán hanyagoltak az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évszázadokban. Éppen ezért a Boldogasszony anyánk köré szervezett kiállításnak üzenetértéke van, hogy a világ változik, úgy látszik jó irányba változik, és újfent az ember, ahogy Cseh Tamás mondaná, a varástalanított világból átlép egy varázslatos, másmilyen, régebben megtapasztalt, kiismert és szerethető világba. A kiállítás elsőként Budapesten került bemutatásra, majd Ungváron, Csíkszeredán és Kolozsváron. 2017-ben pedig vajdasági körútjának köszönhetően a délvidéken élők is megtekinthetik a képeket. Én azt hiszem, hogy jelképes ez a kiállítás, hiszen az év nyitóján a magyar kultúra közelettén és ugyanakkor az úgynevezett Boldogasszony havában kerül megrendezésre. És a délvidéken több helyiségbe is eljut. Mindez arról árulkodik, hogy az ilyen jellegű kiállításoknak a fontosságát abban kell megtalálnunk és meglelnünk, hogy van még olyan kiállítás, amely szép tud lenni, van még olyan kiállítás, amely hittel tudja feltölteni az embereket, és van még olyan kiállítás, amely a szépség és a hit mellett olyan emberi üzeneteket fogalmaz meg, amely a Boldogasszony és a Szűz Mária kultuszban, jelképben, szimbólumrendszerben is adott. Ez pedig a családhoz, a közösséghez való kötődés, és az a közvetítő szerep, amely azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos, és amely oly kedvessé és jelentőssé teszi Szűz Mária személyiségét. Föld és ég közötti kapcsolatban azt hiszem, hogy az anya a nőiséget jelképező, az Istent szülő anyának a jelképe, az az, mi a legfontosabb számunkra, és amikor útjára bocsátjuk ezt a kiállítást, akkor ezek azok az üzenetek, amelyekkel a néző azt hiszem, hogy nem csak föltöltődhet, hanem újra gondolhatja évelején az életét is, hogyan tovább, merre, hogyan lehet úgy megújulni, hogy lélekben, szívben, és erőben érezzük azt az üzenetet, amely a Boldogasszony személyiségében és jellemében mindig is ott volt. 55 kortárs magyar művész alkotása került kiállításra. Többek között Molnár János, budapesti festőművész által készített festmény is látható volt. A magyarországi festőművész már máskor is foglalkozott a kereszténység témájával. A képeim, ugye 40 éve vagyok már a szakmában, a képeim azok szürreális és naturális, és főleg hát még régi stílusú, tradicionális művekként lehet őket jellemezni. Csinálok egyházi jellegű és vallásos jellegű képeket is, ezeket hosszú, majd 20-30 éves folyamatként készítem. A Krisztus életéről, a Bibliából, az Új Testamentumról. Hát ez egy hosszú folyamat, ezek újból és újból előjönnek különféle képeken, akvarelleken, olajképeken. Tehát ezt tudom mondani az itteni kiállítás tématikájával kapcsolatban. Az pedig, hogy miért csinálnak a kollégák és csinálnak-e képeket, erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon keveset. Nagyon keveset. Az utóbbi években felfutott egy olyan stílus, az a neve, hogy a szakrális művészet. Ezt így apostrofálják.
de ebben bizony vannak sokan, akik ezt meglovagolják, ezt a témát, és olyan szinten közelítik meg ezt az egész szakralitást, ami nem elfogadható. Egy szakrális képnek, ha szabad így most megfogalmaznom nagy dolgokat, meg egy jó festménynek igaznak kell lenni, vagyis amit ábrázol, az igaz legyen, ne legyen hazugság. A másik, jónak kell lenni, az azt jelenti, hogy szakmailag perfektnek kell lenni. És a harmadik pedig, nem árt, hogyha a kép szép. A kiállítás február elejéig tekinthető meg, azt követően zentára kerül a tárlat.